Kedves nézőink, kedves gazdák, ez az adás most kifejezetten nektek szól, úgyhogy nagyon-nagyon figyeljetek, mert sok meglepetés lesz, és árakkal együtt a gépek, amiket azonnal vihettek. De sokkal jobban el fogja ezt nekem mondani a szakértőnk, Isti, átadom neked a szót, a stafétát, és légy szíves itt a Gigafarm udvarán, kezdjél minket kalauzolni. Rendben, köszönöm szépen, Domi. Sziasztok, én is köszöntök mindenkit szeretettel. Egy rendhagyó videóval jelentkezünk így közösen az Agroinformal. Ahogy Domi is mondta, mindjárt csapjunk a közepébe. Az összes gép, ami most itt fogható és jó árasítottuk nektek, az most szerepelni fog ebbe a videóba, és egy pár szóba be fogjuk mutatni, de érdemes végignézzétek. Tényleg jó áron lesznek jó masinák, illetve lesz egy ilyen kis nyeremény része ennek, tehát 2 hétig fog tartani ez az akció, amíg ezeket a gépeket itt azonnal ugye meg tudjátok vásárolni, ezeken az árakon természetesen, és aki ebben részt vesz és vásárol, azt visszük magunkkal meglepetés gyárlátogatásra, de ezt majd akkor mondjuk el, hogyha itt személyesen találkozunk a jelölt vásárlókkal, vagy vevőjelöltek, vagy nem tudom. Jó. Nagyon szépen köszönöm. Akkor légyszeres mutasd, mi az, aminek még nincs gazdája, mi az, amit lehet vinni, mi mennyibe kerül, és haladjunk lépésről lépésre, gépről gépre. Jó. Tematikusan fölépítettük ezt az egészet. Ugye a ZDT pótkocsikkal fogunk kezdeni. Tehát, hogy összekeretbe foglaljam egy kicsit a dolgot. Utána jönnek a technoma permetezők, majd kiegészítve nyilván egy-két használt masinával. Lesznek traktorok, meglepetés traktorok, amit nem hiszem, hogy láttatok mostanában, se hirdetve, se a magyar piacon, illetve egy-két vágóasztal, abban is főleg csemegék. Viszont én nem veszem el a kenyeret, van egy ifjú kollégánk, aki nagyon ügyes és lelkes, Kanozsai Dávidnak hívják, úgyhogy ő fogja kezdeni az EDT-kkel és a technomákkal, úgyhogy mindjárt is passzolom a szót neki. Rendben, várjuk akkor, gyere légy szíves, és kezdjük el, mondjál el nekünk mindent, amit tudni kell. Még egyszer egy bemutatkozást kérünk tőled, és akkor át is adjuk azonnal a terepet. Köszönöm szépen. Még egyszer bemutatkoznék, Kanozsai Dávid vagyok, a Gigafarm Kft. Területi képviselője, és hát engem ért ez a megtisztelő feladat, hogy prezentáljam az első gépünket ebben az akció keretén belül, ami nem más, mint az EDT-nek a kiközelítő kocsija, az NP30-as, ami a nevéből fakadóan is egy 30 köbméter hasznos térfogat tömeggel rendelkező kiközelítő kocsi, ami azt gondolom, hogy azoknak a gazdáknak lehet egy megoldása, akik mondjuk akár már a szántóföldről azonnal értékesítik a terményeiket, és már kamionra rakják át gyakorlatilag azonnal a kombájn alól. Ezzel ezt jól ki tudják szolgálni a kamionokat a kombájn szempontjából, illetve azoknak is egy jó opció lehet, akik mondjuk annyira nagy gazdasággal rendelkeznek, hogy fontos az, hogy ne álljon a kombány, minél gyorsabban betakarítsanak. Tényleg tudhatjuk, hogy a kombányállása a legköltségesebb dolog agroműszaki szempontból, úgyhogy mindenképpen ajánlom, hogy aki szeretne gyakorlatilag egy 2 kombány mellé egy harmadikat, akkor az megvásárolhatja ezt a nagy 30 ködös kiközelítőt, ami egyébként jól felszereltnek tekinthető, hiszen egy mérleggel is rendelkezik, így azt is meg tudjátok mérni, hogy pontosan mennyi termény van a pótkocsiban, illetőlegesen azt is, hogy mennyit ürítesz át mondjuk a kamionra vagy másik kocsira. Az ürítés egyébként visszatérve 2 perc alatt üríti le ezt az óriási tömeget, úgyhogy ezzel tudjátok biztosítani a minél gyorsabb és precízebb munkavégzést. Hogy kicsit forintosítsuk is a történetet, hiszen ez a mai videó azért jön létre, hogy kapjatok egy pontos árat. 19 millió 500 ezer forint ennek a kiközelítő kocsinak az ára. Ennyiért tudjátok megvásárolni tőlünk, és persze minden papírt, illetve műszakit intézünk ezzel kapcsolatban. Javaslom, hogy nézzük meg a további ZDT termékeinket. Van még egy pár meglepetésünk a számotokra. Meg is jöttünk a további 2 ZDT pótkocsinkhoz. Az egyik egy NS18.1-es, a másik pedig egy Mega 21.2-es. A kettő közötti differencia lényegében az, hogy a Mega 21-es az egy cserefelépítményes rendszer, így az alvázra többféle felépítmény kérhető.
Ilyen esetben egy gabona hordó felépítmény van rajta, de ezt trágya, szóróval vagy akár tartállyal kiegészíthetitek ezt a Mega 21-es alvázat. Ugye ez azért jó nektek, mert egyrészt az eszközök tisztán tarthatóak, másrészt pedig egy műszakival tudtok gyakorlatilag több munkaeszközt is üzemeltetni, úgymond. Amiről elmondható, hogy egy nagyon jó robosztus felépítésű és egy masszív kialakítású pótkocsi. Jó összeillesztése, hiszen a ZDT esetében mindenképpen ki kell emelni, hogy egy csegyártóról van szó, és ott elég nagy számban termelnek mákot, és ebből fakadóan jó összeillesztésre van ott szükség, úgyhogy ha egy jó minőségű, robosztos, tartós pótkocsira váltok, akkor mindenképpen ajánlom mind a Mega 21.2-t, mind pedig az NS18.1-et, ami nem cselepfelépítményes ugyan, viszont ez is ADR, illetve BPV futóművel van szerelve, valamint a hátsó tengelye, az kormányzott. Létra és póny van mind a kettőn adott, és azt gondolom, hogy jól felszerelt mind a kettő. Én ajánlom mindenki számára, aki prémium kategóriás pótkocsit szeretne vásárolni. Itt is megemlíteném az árakat. Az NS18.1-es tehát 11.990.000 forint plusz áfa áron fogható hadra, míg a Mega 21.2 az pedig 13.800.000 forint plusz áfa lenne. Ezzel a felszereltséggel, tehát jár hozzá még egyszer mondom a létre is, illetve a ponyva is. Ami még mindenképp említésre méltó, az a mellette található Dinapolisunk is. Ez minimálisan elmaradt talán a megák, vagy pontosabban az ZDT-hez képest. Itt annyi a differencia, hogy bár ez is robosztus és jó felépítés, jó kialakítású tandem pótkocsi, viszont a hátsó tengelye az nem fordul, úgyhogy azoknak a partnereknek vagy gazdáknak, akik sokat szállítanak mondjuk aszfaltúton, inkább még az életet ajánlanám. Akinél ez nem szempont, annak azt gondolom, hogy ez a Dinapolis is egy teljesen jó megoldás lehet. Ennek az ára pedig, itt lesz oldalt, ha jól emlékszem, 9.500.000 forint plusz áfa. Lényegében annyival kerül mondjuk kevesebb, mint az NS18.1-es, amennyivel kevesebbet tud, mint említettem, ez pedig a hátsó tengely fordulékonyságának a hiánya. És végezetül még ezt a kis használt tartályunkat is megemlíteném, ez 10,5 köbös hasznos térfogattal van, szerve tartálya van szerelve. A kialakításából fakadóan nitroszolt lehet vele szállítani. Viszont kiemelendő, hogy sajnos rendszáma nincsen, úgyhogy ez telepeken belül lehet csak mozgósítani, így olyanok érdeklődjenek iránta, akiknél ez nem probléma. Ennek az ára pedig 3.500.000 forint plusz áfa. Én ennyit szerettem volna a kocsikra és a tartálymosokra, és akkor a Technomát szeretném még majd prezentálni nektek. Köszönjük szépen, akkor folytassuk a Technomat permetezőkkel. Rendben. A telepben hátrafelé haladva láthatjátok már a kis növényvédős eszközeinket. Van 2 darab új Technoma Galaxy 3000-esünk. Előjáróban szeretnék gyorsan a Technomára egy pár infót mondani. Én azt gondolom, hogy kicsit méltatlanul alulértékelt márkáról van szó. Ennek az egyik oka az, hogy még nem nagyon ismert Magyarországon ez a termékcsalád, pedig olyan C-csoportba tartozik, mint például amelyben benne van a Hardy, illetve a Bertus, csak hogy a nagyobbakat említsem. Így ebből fakadóan azért ez egy jó minőségű permetező, és a konkrét kettő Galaxink, az mind a kettő 3000-3000 literes tartállyal van szerelve, van hozzá egy tiszta vizes tartály, illetve egy kézmosó is, valamint egy régi Hardy szokáshoz híven egy bemosó tartályunk is. Mind a két permetezőnk 18 méteres kerettel van ellátva, amit a traktor belsejéből hidraulikusan tudtok fel, illetve leemelni, valamint ki, illetve összecsukni. Ezen kívül érdemes megemlíteni, hogy 6 szakaszunk van, ezeket szintén belülről tudjátok irányítani, de adott esetben egyébként kérhető rá a GPS-es szakaszolás lehetősége is, ezeken most nincsen rajta, de opcióként még utólagosan rá tudjuk szerelni mind a két Galaxy esetében. Az árazásáról annyit kell tudni, hogy mind a kettő ugyanolyan kondíciójú, így egyen árról beszéltünk, 8.500.000 forint plusz áfa mind a kettő esetében.
így tudjátok elvinni az új permetezőket. Viszont akinek esetleg nem újra van szüksége, hanem egy használt is teljesen megtenni, annak egy cégcsoporton belüli társát szeretném bemutatni, a Hardy Commander 2800-at. Ez egy 2006-os gyártási évű használt Hardy permetező. Annyit érdemes tudni az előéletéről, hogy egy helyi gazdát szolgálta sok-sok éven át, és pont ő is annak okán, hogy a Hardy-val egy célcsoportban van a Technoma, és nyilván ismer minket, ebből fakadóan mert átváltani először egy Technoma Galaxy-ra, majd később pedig már azt hiszem talán 3 vagy 4 éve büszke tulajdonosa egy Technoma lézer önjáró permetezőnek, így ezért is szeretnék bátorítani mindenkit, aki esetleg még a Technomával kicsit úgy visszakozna, hogy érdemes váltani, mert műszakilag hasonló, árban pedig általában kedvezőbb a Hardy-nál. Ez visszatérve egy pár szóval erre a használtra, ez 4.800.000 forint plusz áfáért vihető, 2800 literes tartálya van, illetve 20 méter széles kerete, amit 5 szekcióval tudtok szakaszolni. Ezt még 3 héttel ezelőtt mi is használtuk, úgyhogy teljesen hadrafogható, jó műszaki kondíciókkal rendelkező gépről van szó. És akkor én szeretném megköszönni azt, hogy ezeket prezentáltam nektek, és akkor visszaadnám a szót Istvánnak, mert ő következik majd a többi eszköz bemutatásával. Rendben, nagyon szépen köszönjük neked, és kíváncsian várjuk, hogy milyen meglepetéseket tartogat még nekünk István. Okay. Akkor légy szíves, mutasd meg nekünk, hogy mi a te következő részed itt a videóban, és mik azok, amiket még nem láthattunk. Igen. Két irányba tudunk innen mozdulni, de mozduljunk abba az irányba, ami izgalmasabb számomra, és közelebb áll a szívemhez. Ha megnézitek ezt a két Steyr traktort, ez szerintem eléggé egyedi a piacon. Ha valaki ilyen kisebb gazdaságba, olcsóbb gépet keres, de azért nem elégszik meg az orosszal, hanem kellene valami megbízható, meg masszív, stabil gép, akkor ezeket nyugodt szívvel merem ajánlani. Ez a 8100-es, ez egy 100 lóerős, szívó, 6 hengeres mechanikus váltós Steyr traktor. Nem akarom beindítani, mert fúj a szél, meg nem biztos, hogy hallatszana, de mindegyik indul, megy, csinálja a dolgát. Nagyon szuper műszaki állapotban van, és nagyon-nagyon jó áron van. Hogyha megnéztek egy MTZ-hez képest egy ilyen gépet, ez 3.750.000 forint plusz áfa a vételára. Aztán ugyanebből ennek a kisebb testvére, ez ugyan 4 hengeres, de turbós, ez 80 lóerős, ez a kis 88-as, ezt ha hiszitek, hanem 1700 darab üzemóra van, de szerintem látszik az állapotán, ez megint nagy kedvenc. Ez viszont, ja, mindegyik egyébként műszak is, tehát valaki megvásárolja, akkor természetesen forgalomba helyezve tudjuk őket adni, mert jelenleg nem látjátok rajta. De azért érdekes ez nekünk, hogy ez a múlt, ez 1981-es, egy évvel fiatalabb tőlem ez a kis traktor, de ha megnézzük, mert az összes Steyr jellegzetessége megvan, a CETEF első hídtól, a CETEF váltóig, a CETEF hátsó hídig gyakorlatilag minden, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nagyon-nagyon kuriózum, azt gondolom a piacon. És nagyon-nagyon szép állapotban vannak a gumiabroncsok. Igen, abszolút sorba tudjátok tenni, és hát újszerűek a gumik is rajta. Mondom, és 5.800.000, amit nem mondtam az előbb az ára, de nem tudom, szerintem kinyitom a siminek, ebben még levegős ülés is van, ha jól emlékszem. Én javaslom, hogy ebben nézzünk bele, mert érdemes. Mondjuk olyan, igen, kicsit szűken vannak itt a masinák, de erre kinyílik. Befejez simide? Próbáljuk ezt átcserélni itt a helyet. Én szerintem érdemes akár a műszerfalat, akár a belső részt is megmutatni, mert ez kuriózum, amilyen szép állapotban van. Meg ugye érdekes, hogy amikor nálunk mindenki tényleg csak a belorusszal tudott dolgozni a 80-as években, akkor mondjuk Ausztriában már mibe voltak a termelők. Meg hogy megkímélték a gépet. Igen. Nagyon szép állapotban van. Bizony, és van 4 fokozatú kardánya például egy 81-es traktornak, tehát 5.45, 5.40, 1000-1000-re láttátok bent a fülkébe, tehát minden olyat, ami a mostani modern gépeknek az alapja, és már ugye funkcionálisan jó, az azt gondolom megvan benne. Innentem, mert szinte csak a komfortra fejlődtünk a gépekben, úgyhogy ez egy teljesen egyedi darab. Jó,
ugye most eddig azt mondtam, hogy akinek nem kell a belorusz, az tud ilyen gépet állítani, de azért van itt két orosz szökevény is. Ez egy 892-es, gyárilag turbós, egyenes hidas, meg ugye már hátul is a monoblokkos hidraulikás traktor. Igazából, ha erre igény van, ezt le tudjuk szépen festeni, meg rendbe tenni, de úgy gondoltuk, hogy egy érdemesebb megnézni, kipróbálni, működik mindene egyébként, tehát ez is egy, azt gondolom, hogy keresett méret, illetve egy keresett gép itt még mindig a magyar piacon. Ez 3.990 plusz áfa a kikiáltási ára. Megvárjuk Simit, még egy kicsit körbe nézi. És akkor itt van ez a kicsit viharvertebb, 550-es, de ez is műszaki is rendszámos. Viszont 80-as motor van benne, tehát ez is egy ilyen sorközművelni, kapálni, ilyesmire azt gondolom, hogy elegendő, ez csak egy 1,6 milliós nettó árat képvisel, tehát plusz az áfa ehhez is. És akkor nagyjából ennyi erőgépünk van. Itt ez mindegyik olyan, hogy ide jöttök, beleültök, indul, megy, tudtok vele kerülni, ki tudjátok próbálni összes funkcióját. Tehát nem zsákbamacskák, nincsenek ki polírozva. A kis 88-as is olyan állapotban van, ahogy ide került. De azt gondolom, hogy legalább őszinték, ahogy szoktuk mondani a szlogenünkbe. Csak hogyha megkérjük Simit, ugyanezen a soron egy picit menjünk hátrébb, mert jól tudom, a munkagépekről Dávid nem beszélt. Ugye van itt ez a szuper osztrák Kerner Gruber, ez lesz az első. Ugye ez több célú eszköz, itt ezeket tematikusan is szépen sorba tettük, a kasza az egy kicsit kilóg a sorban, mert ez itt fért el, de az összes többi ugye mind alkalmas egy tárcsázás helyetti tarlóhántásra, mondjuk ezekkel a luttabb késekkel, vagy azokat levéve akár lemehetünk egy 25-28 cm-re, akár ezzel a Kernerrel is. Ez egy, azt mondja, hogy 3,5 millió forintos ára van, és ugye ez egy 10 késes verzió, ebből egy 3 méteres. Ilyen 160 lóerővel el lehet már vele kezdeni dolgozni. Természetesen, ha leteszitek 3 métert a 25 centire, akkor 160 lóerő az nem elég, tehát utána kell, elé kell tenni, akkor egy olyan 200-220 lóerőt legalább. Ugye éggyűrűs henger az jó, elég sok körülmény, talajkörülmény között, úgyhogy ez egyébként egy hát nem mondanám újnak, mert ugye már azt hiszem 3 éves, de demózott csak itt egy bemutatón, egyébként használva nem volt. Jó, ez egy ilyen megmaradt lengyel kasza, 1,85 méteres a szélesség, egy hagyományos kasza, 650 ezer forint plusz áfa, amiért meg tudjátok venni, szerintem ezt 700-750-at nem hirdeti senki jelenleg. Mögötte szintén érdekes gép, és szintén a szántás nélküli művelős irányába kalauzol minket. Ez egy Commodore mulch kultivátor, 4,4 méter munkaszélességgel. Ez is azt gondolom, hogy egy tudja azt, amit bármelyik nagy vetélytársa a piacon, aminek nagy a neve. Jó helyen készült egyébként, tehát látszik az összeszerelési minőségen, hogy ez egy masszív gép. Ugye elő a tárcsasor az csodálatosan aprít, utána a kapákra ugyanaz jellemző, mint a Kernernél, hogy gyakorlatilag lehet ezzel luttabb kapásra, de lehet az egyenes késsel is ugye szerelni. Ebben az esetben ez is akár 28 centin tud dolgozni, és akkor még van egy vágó aprító henger hátul, amögött meg nyilván egy lezáró pálcás hengert láthattok. Ez is, ha már beszéltem a lóerőkről az előbb, ez is azt gondolom, hogy kellene neki egy ilyen 250 lóerő, ami ezt úgy kényelmesen tudja vinni. Itt a mi adott talajkörülmények között természetesen mondjuk ez Békésen nem igaz, ott lehet, hogy a 300 is kell elé. És akkor egy pillanatra tovább, bocsánat, az árát nem mondtam be, Simi lehet, hogy mutatta, hogy ez 9 millió 200 ezer forint plusz áfa azonnal vihető kikiáltási ára. És akkor van egy szintén még ennél a gép családnál maradva, egy Horsch 6 méteres Gruber, ami abba különbözik a Kernertől, ugye, amit ott láttunk a 3 méter szélségben, nyilván nagyobb összecsukható, illetve ezen csak ezek a pálcák vannak hátul, de megvan a hely, megvan a kialakítás egy akármilyen már meglévő hengernek a csatlakoztatása szintén. Ez egy, látszik, hogy masszív az egész, nincsenek meggörbülve a váz, ez egy használt gép, nincsen meggörbülve a váza, nincsenek széttörve rajta a
kapaszárak, stb. Tehát egy jó műszaki állapotban van, ez 4,5 millió forint plusz áfa áron kínáljuk. Ha tovább lépünk, itt szintén egy olyan termékről van szó, ami egyébként újnak mondható, mert körülbelül 100 métert húztuk egy bemutatón, amit nem biztos, hogy megtaláltok a piacon, sőt, talán biztos vagyok benne, hogy egyáltalán nem találtok ilyen gépet. Ez nagyon nagy, 12 méter széles, egy ilyen aktív rendképző gép, amit a traktor és a nagy kocka bálázó közé lehet szerelni. Ugye ez a Stirmot, korábban láttátok ennek talán ezt a bemutató videóját nálunk. Ez azért érdekes, mert ugye egy menetben tudsz sokkal több rendet összebálázni, anélkül, hogy külön kelljen mondjuk rendsodornod. És ez ráadásul a fullos felszereltségű, látható fönt ez a csiga, ami arra hivatott, hogyha nagy sebességgel megyünk mondjuk gabona szalmában, akkor ne bukjon át rajta a szalma, hanem szépen leszorítja, és hogy össze tudjuk bálázni. Ez 11,5 millió ez a nagy gép, de ez egy brutál, erős full hardox anyagból lévő történet. Erről, ha valakit érdekel, hívjon minket, és akkor szívesen küldünk anyagot, illetve meg tudjuk mutatni videókon, hogy ez hogyan működik. Egy nagyon-nagyon-nagyon hasznos gép, én azt gondolom. És egy picit odébb sétálunk simi pont ennek az egész betontömnek a másik felére. Ott van ennek egy kisebb testvére. Közben mondom, hogy az egy 7 méteres masina, amiből lehet egyébként frontra szerelhetőt is alakítani, meg létezik belőle gyárilag is már olyan kivitel. Ez egy hátsó függesztésre szerelhető verzió. Ennek szintén az a célja, hogy mondjuk egy kisebb körbálázó, vagy bármi előtt ugye végigszaladunk, és akkor egy rendben összetereli a dolgokat. Hogyha frontra szereljük fel, mondom, ezt is át tudjuk szerelni olyanra, akkor meg ugyanúgy egy menetben több rendet tudunk fölbálázni. Tehát ez egy látszik, hogy jóval kisebb gép, ez nem teljesen fullos a felszereltsége, ez gyakorlatilag csak tehát a csiga nélküli, tehát zöld témában is egyébként emiatt ugye jól működik. Ez 4 millió 200 ezer forint plusz áfa. És akkor van még egy érdekes témakör, csak nézem, hogy arra menjünk simi szerintem mögötted a vágóasztalok irányába, csak abból lesz még egy ott a másik oldalon is. Ugye tudjátok talán sokan, hogy a céget a vágóasztalok értékesítésével kezdtük el, amikor megalapítottuk. Nyilván ez egy használt, beszámított 12 soros NAS napraforgalapter. Ez sincs lefestve, nagyon szép lenne, ha lefestenénk, de ahogy már mondtam a beloruszoknál is, hogy szeretjük úgy megmutatni, ahogy van, és akkor, hogyha valaki kéri, meg ez igény, nagyon szépen le tudjuk festeni, akkor újszerű lesz, de műszakilag nagyon-nagyon jó állapotban van, föl van újítva az adapter. Ez 12 soros, azt már mondtam, hogy 75 centi sortávja van, nyilván 3,5 millió forint plusz áfa, bocsánat, puskázok, mert sok volt itt a szám. Ami még fontos, hogy ez kéz és New Holland adaptációval van szerelve, de ezt ki tudjuk cserélni John Deere-ra, Classra, bármire, amire szeretnétek esetleg vásárolni. A másik, ami szintén egy érdekes dolog, ez egy demo adapter, egy 7,6 méteres sorfüggetlen napraforgó. Viszont látjátok ezt a sok nagy rugót, meg ezt az alsó részt itt rajta, ez egy ilyen szárzúzó egységgel ellátott, ami hidraulikusan függetlenül állítható magassággal működik, hogy az adaptertől függetlenül. Tehát egy menetben tudtok szárzúzni és aratni, hogy a sorfüggetlen adapter, vagy napraforgó adapter technológiát nem kell szerintem már bemutatni Magyarországon sem. Tudja mindenki, hogy nagyon tisztán dolgozik, hogy a kevés szórással csak a tányérokat szedi be, illetve hát nem tekerünk fel gazt, mint egy ilyen hagyományos megoldással. Ez is kéz New Holland adaptációs, de kérésre ezt is bármire tudjuk szerelni. Ebből egyébként van egy új verziónk, és ez 10,5 millió forint, ezek nem olcsó gépek. Van egy új verziónk is, ami nem demos, hanem teljesen új. Ebből az nagyjából olyan 1,5-2 millióval hosszabb áron fogható, de ezek mindegyike vihető azonnal. Ez is érdekes, mert szerintem idénre már nem fog tudni érkezni szárzúzós napraforgó adapterünk itt a kialakult helyzet miatt. Most ha előre megyünk, simi, most kicsit többet kell gyalogoljunk, akkor ott lesz még egy érdekes adapter, amit szeretnék megmutatni. Ugye ezek voltak a napraforgók, az egy kukorica adapter lesz, nem kicsi kombányra való, mivel egy 9 soros összecsukható adapterről beszélünk. Ez is egy beszámított gép, egy gazdás, nagyon szép állapotú. Egy 9-es Horizon Star Gearing Off, hogyha
valaki ilyenbe gondolkodik, és nagy gépe van, és esetleg az elszabadult árak miatt mondjuk a pályázatba a kombájn belefér, de már az adapter nem, akkor ez egy nagy kombájnhoz nagyon kényelmesen fölrakható, hiszen összecsukható verzióban ugye egy fix 12 sorsa szemben azt gondolom, hogy összehasonlítva azt gondolom, hogy teljesítménynek körülbelül ugyanazt tudjuk vele, hiszen nem kell kiszállni. Egy összecsukható 12 sors meg nagyon nehéz, azt nem biztos, hogy minden kombájnra föl lehet tenni. No, megnézitek, nagyon jók még a hengerek rajta, a diszkek, ugye ez a dupla zúzós, tehát ezen vannak a diszkek is, a rotadiszkek, meg ugye megvan rajta a függőleges tengelyű zúzó, és aki ismeri a Gearingoffot, azt tudni fogja, hogy ez mit jelent, hogy ez a Horizon Star 1-es. Ez is kéz New Holland adaptációval van szerelve. Itt nem mondom, nem ígérem, hogy átszereljük, mert itt az egy kicsit költséges, de nyilván, hogyha valakinek ez a kívánság, akkor is nyugodtan hívjon, próbálunk rá megoldást találni. Ugye extraként még ott látni, hogy nyilván kiszállásmentes összecsukhatósága van, illetve van két csonktaposó rajta, meg most innen nem látszik, de rajta vannak a talajkövető elektronikának a szenzorai is, ott látható az elektromos csatlakozós doboz is. Jó, tehát kéz New Holland adaptációs. Kukorica adapterből van egyébként még készleten 6 sorosunk, arra nagyon sok érdeklődés van, meg fog is előrendelésbe jönni 8 soros dominón is, természetesen újak. Azt javaslom, hogy akit érdekel, hiába messze van a kukorica szezon, most kellene a téteket megtenni, mert szezonra nem fogunk tudni már adni. Most még a pár előrendelt gépből tudunk biztosítani, de utána nem tudjuk, hogy mi lesz ezzel az idei szezonnal. Jó, és akkor én azt gondolom, hogy nagyjából, amit én szerettem volna, azon körbeértünk. Dávid, ne bújj el! Mert van itt még egy kuriózum. Dávidnak lecseréltük az autóját egy újabbra, és a régi autóját is szívesen odaadjuk. Nem hirdettük még más platformon. Nyilván a matricákat le lehet venni, de ennek ez a szexepéje, hogy van egy szép gigás tejeres matrica. De Dávid, mutass be a régi autódat, kérlek. Hú, hát ez nagyon szép feladat, hogy a saját autót kéne értékesíteni. Igen, de egyébként viccen kívül nekem nagyon szívemhez nőtt. Egy évet használtam, és teljesen elégedett voltam vele. Azok számára, akik tudnak hasznosítani a cégemből esetleg egy használt N1-es vizsgáztatású kettőszemélyes, nagyrakódóteres, dízeles, alacsony fogyasztású autót, azoknak jó választás lehet, még annak ellenére is, hogy relatíve sok kilométer van benne, mert 275 ezer környékén raktam le pár nappal ezelőtt, viszont mechanikailag és műszakilag teljesen jó állapotban van. Igazából azért döntöttünk a csere mellett, mert volt egy jó, relatíve alkalmi vételünk, és így döntöttünk egy fiatalitás mellett, de más nem indokolta az autónak a cseréjét, hiszen azért az 1.5 DCI motor az autós berkeken belül egy nagyon golyóállónak tekinthető motortípus, illetve ez a Megane, ez meg egy kifejezetten jó szériája volt így az egész Renault-nak így a 2010-14-es időszakát lefedve, úgyhogy aki szeretne egy jó kis utazóautót alacsony fogyasztással, én ilyen 4-8-5 környékén jártam vele, annak tudom ajánlani még ez emellett a kilométerállás mellett is bátran, és használja egészséggel. Ennyit szerettem volna mondani. Hát nagyon szépen köszönjük, akkor van itt minden. Tehát akár a betakarítási szezon, akár a maghordáshoz, a szállító traktorok, tehát minden, a permetezés abszolút aktuális, tehát úgy gondolom, hogy úgy átfogtatok itt a témát, hogy mindenki talál a szívéhez közeli gépet, úgyhogy csak ajánlani tudom, hogy keressétek, csörögjön a gigatelefon, és menjetek egy nagy gigatúrára utána. Köszönöm szépen. És köszönjük szépen. Ne felejtsétek el a meglepetés gyárlátogatást. Így van. Hogyha vásároltok ebbe a két hétbe, ezekbe a gépekbe. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük, sziasztok. Sziasztok.